Innováció, tudomány, technológia a 21. században. Ez a Novum. Köszöntöm Önöket, Kocsisen Brigitta vagyok. Mutatom, milyen izgalmas témákkal készültünk a mai adásra. String bike. Biciklihajtás láncok nélkül. UCMI. Magyar fejlesztésű kerékpáros irányjelző karpánt. A legjobbak. 27. alkalommal mérkőztek meg a fiatal feltalálók. A jövő technológiái. Interaktív játékok és a legújabb fejlesztések 3000 négyzetméteren. Vannak a technika világában bizonyos megszokások, amelyeket örökérvényűeknek tekintünk. Ilyen az, hogy a kerékpár hajtása lánccal történik. Aztán, és ez már történelem, a Műegyetem néhány diákja elkezdett a lánc nélküli hajtás gondolatával foglalkozni. A történet hosszú és kanyargós, ám a végén ott található az egész világot meghódító lánc nélküli kerékpár. A magyar fejlesztésű hajtásszerkezettel ellátott bicikli lényege a lánc nélküliség. Használat közben számos előnye megmutatkozik. Nagyon sokan ninja bike-nak nevezik a biciklit, mert annyira hangtalan a hajtása. Nincs rázkódás, nincs remegés. A bicikli végtelenül finoman suhan. Ezáltal a terhelés is enyhébb, így kíméletes a térdízülettel. A stringbike-nak 10-12 előnyét tudjuk felsorolni a hagyományos láncos meghajtáshoz képest, olyanok, mint tisztaság, gondozásmentesség, nem sípi be a nadrágot, nem kapja be a szoknyát, könnyű szállíthatóság, jobb emelkedő képesség, de a két leggyakrabban említett jó tulajdonság az az, hogy egy ilyen végtelenül finom, nagyon kellemes hajtásélményt ad, másrésztről pedig a hagyományos láncos meghajtáshoz képest egy nyomatékosabb, dinamikusabb hajtásélményt ad. Sok felhasználó mondta azt, hogy ez a két tulajdonság együtt olyan, mint amikor az ember egy elektromos autót vezet egy dízel után. A bicikli az alsó-felső holdponton átlendít, cserébe a taposási fázisban jelentősen több nyomatékot kapunk. Ez például az egyik előnye a biciklinek, és ez okozza azt, hogy a hegymeneti teljesítménye is jóval jobb, mint a láncos bicikliknek. A Bringa 19 lineáris sebességfokozattal rendelkezik. A sebességváltó a kormányon található. A sebességváltó bovden, a fogas lécen mozgatja a csigát, és a löket hossznak a változtatásával érjük el a 1-3 arányú áttételi arányt, ami azt jelenti, hogy a legkisebb és a legnagyobb sebességi fokozat között háromszoros különbség van. A kerekeket oldalanként egy-egy kötél hajtja, amik két kötél oldalra vannak felszerelve. A két oldali dob ellentétes fázisban hajtja a kereket. Maga a mozgás, a kerékpár hajtás az ugyanazzal a körkörös mozdulattal történik, mint a hagyományos biciklik esetében. Az egymástól független két lengőkar alakítja át ezt a körkörös mozgást egy előre-hátra irányú mozgásra, és a meghajtásnál pedig a zsinór ezt az előre-hátra mozgást, mint a jojó, a hátsó dobokon visszaalakítja forgó mozgássá, így hajtjuk a kerékpárt. Holtjáték nélküli, szabadon futó mozgást tesz lehetővé a hátsó dobban található szabadalommal védett technológia, és a stringbike egyik lelke a német ipari szabadon futó. Az egyik irányban hajt, a másik irányban pedig azonnal zár ez a szabadon futó, így jön létre az a forgó mozgás. A kerékpár láncait kötelek, más néven zsinórok helyettesítik, amik a dobra csévélődnek föl és le hajtás közben. Amíg a lengőkar az egyik oldalon előre mozdul, letekeri a hátsó agyon lévő kötéldobról a zsinort, ezáltal megforgatja a kereket. A másik oldalon a lengőkar hátra mozdul, a zsinor pedig visszacsévélődik a dobra, a kötéldob belsejében lévő rugónak köszönhetően. A zsinór az egyik legnevesebb európai gyártó alapanyagából készült vitorlás zsinór. Ez a vitorlás zsinór ellenáll az édesvíznek, sósvíznek, napsütésnek, hidegnek, víznek, tehát nagyon jó mechanikai tulajdonságokkal bír. A szakító szilárdsága 800 kg, viszont valóban
valamennyivel kevesebb az élettartama, de azt gondoljuk, hogy egy átlagos kerékpárosnál egy-két szezon lehet az az 500-1500 kilométer, amennyit a szakadási kibír. Pozitív tulajdonsága viszont, hogy az üléscsőben mindig lehet egy szett tartalékzsinór, amit szerszám nélkül tiszta kézzel bárhol a tulajdonos ki tud cserélni 2 perc alatt. A bicikliváza típustól függően különbözik. Karbonból és speciális alumínium ötvözetből is készülnek darabok. A 3 vázváltozat közül a karbont elsősorban országúti felhasználásra ajánljuk. Az A változatunk az általános felhasználásra, tehát az országúti, városi biciklizésre, enyhébb terepekre alkalmas. Az S változat pedig egy nagyon kellemes, nagyon könnyű, látványos városi biciklinek szánjuk. Ez sebességváltó nélküli, ahogy a fixi bicikliknél megszokott, viszont kézzel egy kis állítható a sebességi fokozat. A lánc nélküli kerékpár története bizony messzire nyúlik vissza. A céges legendárium szerint az ötlet közel 30 éve indult, amikor fiatal gépészmérnökök egy biciklitúrán láncszakadást szenvedtek, akkor kezdtek el gondolkodni rajta, hogy hogyan lehetne kiváltani a hagyományos láncos meghajtást. 2010-11-re készült el ebből az ötletből egy olyan változat, ami már piacképesnek mutatta magát. A lánc nélküli bicikli nem csak egy magyar találmány. Szinte minden alkatrésze kivétel nélkül itthon készül. A fejlesztők pályázatokat, trendeket, nagy díjakat nyertek. Kiállításokon szerepel és bevonult a köztudatba a string bike. A fejlesztők nagy vágya meghódítani a világot. Maradjunk még egy picit a kerékpároknál. A Yuszi Mi egy biciklis csuklópánt, ami biztonságosabbá teszi a városi közlekedést a bringások számára, hiszen úgy funkcionál, mint egy index. Az egyszerű használat mögött sok évnyi fejlesztés és munka áll, melynek eredményével a következő percekben önök is megismerkedhetnek. Ha ön is gyakran közlekedik városban biciklivel, tudhatja, hogy adódhatnak veszélyes helyzetek. Előfordul, hogy a biciklisek figyelmetlennek érzik az autósokat, az autósok pedig sokszor nem értik pontosan, mit szeretnének a bringások. A UCMI névre keresztelt kerékpáros irányjelző csuklópánt egyértelművé teheti a karjelzéseket és biztonságosabb a közlekedést. A UCMI, mint az a kis szójáték is mutatja, egy olyan eszköz, ami a saját láthatóságunkat szolgálja, és azért alkottuk meg, hogy gyakorlatilag a karjelzéseket, amit kanyarodáskor vagy indexeléskor teszünk, ezt mindenki jól felismerje és lássa, akár borús vagy rossz látási viszonyok között is. Igazából egy barátommal beszélgettünk, és ott valahogy felvetődött ez a téma, és nem hagyott nyugodni a dolog, és így nagyon-nagyon sok energiát fektettem abba, hogy hogyan lehet megvalósítani. Nézzük, hogyan működik a biciklis index. Az eszköz működése az úgy történik, hogy a giroszkóp detektálja azokat a jeleket, amit mi a kézmozdulatunkkal teszünk. Ezt feldolgozza szoftveresen egy mikrokontroller segítségével az eszköz, és ő eldönti, hogy ez most egy karjelzés volt, vagy sem. Használata egyszerű, ám megvalósítása mögött 8 év kísérletezés, számtalan prototípus és több ezer munkaóra áll. Kameránkkal műhelyükbe is ellátogattunk, és végigkísértük, hogyan zajlik a gyártási folyamat. Ez az egyik legfontosabb része a gyártásnak, a fröccsöntés. Itt gyakorlatilag a terméknek a műanyag alkatrészeit egy fröccsöntőgéppel állítjuk elő. Ez abból áll, hogy azt a műanyag granulátumot ez a gép ez fölmelegíti, besajtolja nagy nyomáson ebbe a csőbe, és a végén van egy öntőforma, és abba az öntőformába veszi föl ezt az alakot. Gyakorlatilag ez a kis áramkör, ez a teljes készüléknek a lelke, tehát ezen van rajta az a program, ami eldönti, meghatározza, hogy most akkor ez egy karjelzés volt, vagy nem volt karjelzés. Ebben egy kis mikrokontroller van, amit föl kell programozni. Beteszem a letöltőgépbe, ráhajtom a tetejét,
akkor itt meghatározom, hogy ez balos vagy jobbos lesz, és elindítom a letöltést. Most ez egy pár másodperc alatt ráteszi a programot. A LED csíkok is egy különleges eljárással készülnek. Ahhoz, hogy a lámpák megjelölt helyeiken maradjanak, vékony ólommentes pasztával kenik be a felületüket. Erre a pasztára pedig egy speciális beültetőgép helyezi fel a ledeket. A végső stabilizáláshoz egy infravörös kemencében 250 fokon fixálják. A programozás után magát az elkészült elektronikát össze kell, hogy forrasszuk a szintén elkészült LED szalagokkal, illetve az elektronikára rá kell, hogy forrasszuk azt a kis micro USB csatlakozót, amin keresztül majd töltjük az egész eszközt. Ezek nagyon precíz folyamatok, úgyhogy itt kézi forrasztásra van szükség. Ezt egy befogó formába tesszük bele mind a kettőt, és ott forrasztjuk össze 10 mm pontossággal, hogy az majd megfelelő helyre kerüljön a karpánton belül. Miután a karpánt minden része elkészült és megkapta külső borítását, egy bicikli kormánnyal illusztrálva, én is kipróbálhattam, milyen egyszerű és praktikus a működése. Igazából még egy funkciója van, hogyha kétszer megnyomom, akkor egy vészvillogó üzemmódot kapcsol, ez bármilyen olyan szituációban jól jöhet, hogyha megállok az utca szélén, vagy olyan helyzetbe kerülök, hogy kell a láthatóság, akkor még jobban fel tudom magamra hívni a figyelmet. És akkor egy hosszú gomnyomással gyakorlatilag ennyit kikapcsolom az eszközt. Igazából a balesetek elkerülése volt az egyik fő célunk, és biztos vagyok abban, hogy az eszköz ez egy kicsit furán hangzik, de életeket fog menteni. Saját magam is tapasztaltam olyan szituációkat, ahol az eszköz ez nagyon segített volna, és most, hogy egy jó pár hete intenzíven tesztelem, most is volt olyan közlekedési szituáció, ahol nagyon jól jött. És igazából azt vettem észre, hogy az autósok egy picit olyan meghökkenve tapasztalják, hogy valaki villog, és egyből tudják, hogy ez mire szolgál. Egy olyan eszközt alkottunk szerintem, ami az autó lámpákéhoz hasonló fényjelzést ad, és nagyon egyértelműen jelzi azt, hogy mi mit szeretnénk. És ez egy közlekedési szituációban ez egy nagyon nagy segítség lehet. A UCMI jól látható, figyelemfelkeltő és biztonságot ad. A 100%-ban automata LED csuklópánt hasznos lehet a kerékpárosoknak a mindennapi városi közlekedésben. Tudja-e a jobb szem, hogy mit csinál a bal kéz? Lehet-e, és ha igen, akkor hogyan befolyásolni az egyensúlyt? És mégis, milyen egy okos lámpa? Többek között ilyen kérdésekkel foglalkoztak a díjnyertes pályamunkák a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyen. A látogatókat is magával ragadja az a lelkesedés, melyet tizenéves fiatalok mutatják az alkotásaikat a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyen. Például közlekedés. Talán a képen is pont most látható, a modulált fény eljut közlekedési lámpa formájában a vak számára, a vak botja kódolja ezt az információt, és fülhallgatón keresztül továbbítja a felhasználókhoz. Amit ez a fiatalember kitalált, nincsen abban semmi új, vagy mégis, hiszen ismerünk olyan eseteket, amikor a fény információt közöl. Gondoljanak csak a balatoni viharjelző rendszerre. De ez valami más, ez az okos lámpa. Ez az okos lámpa lényege, hogy egy közvetett fényforrás segítségével tudunk eljutatni hangalapú információt. Az okos lámpa két fő részből áll, egy adóból és egy vevőből. Adóként egy 12 voltos LED lámpát használok, melyre párhuzamosan kötöttem az erősítőt. Az erősítő hangfrekvenciás jelet alakítás feszültségé, azaz a fény intenzitása változik. Lámpa szinte mindenütt van egy városban, és minden egyes lámpa lehet okos lámpa, és minden okos lámpa tetszőleges információt továbbíthat. Most itt éppen zenét csúgároz, de lehetne sima szöveg, vagy bármi más. A fény eljut a vevőkészülékhez, a vevőkészülék egy napelem segítségével, valamint egy erősítő áramköm segítségével kódolja ezt az információt, és hangszóron keresztül továbbítja a felhasználóhoz. És mi van, hogyha letakarja azt a vevőkészüléket? Nézzük is meg! Megszűnt az adatátvitel, tehát a fény formájában közlünk információt. A felhasználási lehetőségek száma óriási. Intelligens rendszerekkel összekapcsolva olyan információs hálózat jöhet létre, mely az úgynevezett okos városok, smart city sajátja lehet.
A Miskolci Herman Otto gimnáziumnak van egy laborja, és egyik napon a fizika tanárommal a fénymodulációról beszélgettem, és így jutott eszembe ez az egész dolog, hogy mi lenne, hogyha ezt a gyakorlati hasznát néznénk, és hogy tudnánk ezt megvalósítani, és így született az Okos Lámpa projektem. Laufer Tamás tavaly is itt volt a versenyen, akkor ő volt a legfiatalabb, az idén harmadik díjat nyert. Egyensúly befolyásolásának kutatása 2.0, avagy balesetek megelőzése okostelefonnal, ez a pályamunka címe. Először azt vizsgáltam meg, hogy az alkoholmi hatás van az egyensúlyra, majd ezt később élve tovább folytattam, és azzal foglalkoztam, hogy hogyan lehetne kimutatni egyensúlyra kapcsolatos neurológiai betegségeket korai szakaszban, hogy még akkor lassítani lehessen őket. És akkor jöjjön egy nagyon ígéretes első díjas projekt. Volt, akinél ez volt a nyerő. A vizsgált személy feladata az, hogy a sisakon található ledek felvillanására minél gyorsabban reagáljon a kezében található gombok megnyomásával. A folyamat során nagyon fontos, hogy a vizsgált személy egy adott ponton nézzen, így tudjuk kizárni azt, hogy a szemmozgásból és hasonlókból adódóan az ingerület nem mindkét agyfelületekkel látó kérgébe kerüljön, csak az egyikbe. Ez az élettani alapok miatt nagyon fontos. Hogy mindez mire jó? Akár játéknak is, de a dolog komolyabb. Bizonyos neurológiai problémák valószínűségét lehet megállapítani. Egyfajta egyszerű és olcsó szűrési módszer is lehet. Tehát most azt látjuk, hogy a vizsgált személy ugyanazon az oldalon lévő gombot nyomja meg, ahonnan a LED felvillam. Ez egy olyan eset, amikor az ingerület nem megy át a kérges testen, a két agyfelületen, két összekötő agyterületen. Most következik az a szakasz, amikor ellentétes kézzel reagált. Ilyenkor, hogyha ez az ingerületi út eredménye lassabb, mint az egyenesé, akkor mondhatjuk azt, hogy a kérges testnek valamilyen rendellenessége miatt a keresztezett inger akadályoztatva van. Ezáltal tudunk kimutatni különböző kérges testi problémákat. Az iskolás korba lépő kisgyerekek között vannak olyanok, akiknél a két agyféltekét összekötő kérges test működési zavarai miatt a féltekék közötti kapcsolat nem megfelelő gyorsasággal jön létre. Számukra nagyon fontos a minél korábbi felismerés, hogy időben megkaphassák orvos vagy fejlesztő pedagógus segítségét. Jelenleg a korai diagnosztika csak azoknál lehetséges, akik feltűnő tüneteket mutatnak. Matányi Marianna és Kákonyi Marcell módszere egyszerű, olcsó és gyors. A végén a számítógép táblázatban és grafikus ábrázolással adja ki az eredményt. Itt a szórásoknak az átlagait látjuk, itt pedig az általunk meghatározott keresztezési indexnek elnevezett számnak a normál sávon belüli elhelyezkedését. Igazából ez az a szám az, aminek alapján láthatjuk, hogy a keresztezett ingerület lassabb volt az egyenesnél. Nincs tudomásunk arról, hogy ezt a módszert eddig bárhol is alkalmazták volna. Fontos, ez az eljárás nem alkalmas arra, hogy megállapítson valamilyen betegséget, de arra igen, hogy gyorsan további klinikai vizsgálatokra küldhessék azokat a gyerekeket, akiknél a rendellenes működés gyanúja fennállhat. A két fiatal által tervezett és megépített készülék alkalmas a kérges testen átfutó, illetve az azt nem érintő reflexek idejének pontos, ezred másodperces nagyságrendű megkülönböztetésére. Mind a ketten nyilván értettük, hogy a másik mit csinál, meg tudtuk. Az egészet mind a ketten követtük, viszont a Marci irányította a programozást. Én meg inkább az IDE klinikával vettem fel a kapcsolatot. Az első számú szülészeti nőgyógyászati klinikával igazából ez volt így a felosztás köztünk között. Marianna és Marcell az iskolai Ferences ösztöndíj keretében kezdtek a jobb és bal agyfélteke vizsgálatával foglalkozni, és ehhez méréseket végezni a diákokon. Észrevettünk egy nagyon érdekes összefüggést, hogy azoknál, akiket észrevettük, hogy keverik a jobb és bal kezüket, illetve vannak kisebb mozgás koordinációs zavaraik, az ő eredményeik teljesen eltértek az átlagtól, és igazából itt jött az ötletünk, hogy ezt érdemes lenne kutatni, és így indultunk el ebben az irányban. Interaktív játékok és a jövő technológiai fejlesztései 3000 négyzetméterem. Stábunkkal mi is ellátogattunk a jövő technológiái kiállításra, ahol nem csak a virtuális valóság dimenzióit ismerhettük meg, hanem utazhattunk különleges járművekben, sőt nem mindennapi módon társasozhattunk is. A tárlat még egy hétig, június 30-áig látogatható Budaörsön, a Fusion élményközpontban. És
elsősorban családoknak szól a kiállításunk, családokat várunk, de természetesen magánembereket is, akik mondjuk felnőttek, ők is tudnak jót szórakozni. Ugye az interaktivitása miatt nem egy statikus jellegű kiállítás, ami ugye azt jelenti, hogy mindenki próbálható, ezért a gyerkőcök talán egy kicsit jobban élvezik, és ugye a modern világnak már elvárása az interaktivitás, és a gyerekeket így hosszabb távra le tudjuk kötni. A mi kiállításunkon egy játékot mondjuk a harmadik generációs VR-t többször is kipróbálhat, több játékon is részt vehet, és ugye ezzel az élménnyel kicsit színesedik az ő itt eltöltött ideje. A jövő technológiái kiállításon igazi vidámpark élményben lehet részünk, hiszen ha a virtuális szemüvegeket felvesszük, elénk tárulhat egy kacskaringós hullámvasút, vagy akár egy akciódús lövöltözős játékba csöppelhetünk. Kicsit félek, de nagyon jó érzés. Ez egy harmadik generációs VR, ilyennel nehezen, de nem nagyon lehet találkozni még Magyarországon, és ezeknek az alkatrészei ugye kompresszorral működteti magát a berendezést, és ugye hidraulikus berendezés van benne, teleszkóp, ami emeli föl, illetve le az embereket. Azért, hogy egy másik térbe kerüljenek, ugye ez a háromdimenziós tér, ugye 360 fokba körbe látnak, hogyha hátra néznek, a szemüvegnek köszönhető ez a technika, illetve különböző kis érzékszerveiket is dolgoztatja, egy cső, amiben levegőt fújnak, simogatja a lábukat, illetve az arcukba fújja a szelet, ez mind a kompresszor hatása. Ha ellátogatnak a kiállításra, a világ egyik legkisebb, 80 grammos mini drónját is kipróbálhatják, ami egy mobil alkalmazás segítségével könnyen vezérelhető. Különböző telefonon elérhető joystickokkal lehet őt reptetni, több irányba előre-hátra mozog, illetve már a programozás alapjaival is találkozhatnak a gyerkőcök, hiszen ők programozhatják a drónokat, méghozzá úgy, hogy van maga a vezérlő rendszere, és ott vannak különböző programok, amit, hogyha beállítanak éppen mondjuk egy 360 fokos forgást, vagy egy flippet, illetve hogy le is tud szállni a tenyerükre, hogyha azt a funkciót választják, és úgy programozzák magát a drónt. Ha egy kicsit arrébb sétálunk, Rubik Ernő híres találmányával, a Rubik kockával találkozhatunk. De itt most nem a mi feladatunk, hogy kirakjuk. Egy Rubik kocka összerakó kis gépezet, ami egy tálca mozdulat segítségével összerakja a Rubik kockát általában egy másfél perc alatt, keverd össze. Igaz, a világrekordot nem dönti meg a kis Lego robotunk, de akár 60 másodperc alatt is képes kirakni a Rubik kockát. Éni. Lényegében úgy működik, hogy behelyezzük a kockát a tálcára, ez gyorsan elkezdi szkennelni, ugye szín alapján. Általában megtervezi, ez is egy olyan fél perc körül szokott lenni, míg körbeforgatja az összes oldalt, megnézi a színeket, utána majd itt ki fogja írni, hogy körülbelül hány mozdulatsorból tervezi. Ugye egy mozdulatsor a tálcának egyszeri körbeforgása, az, hogy hányszor emeli át a kockát, az nem számít, csak a tálca mozgás. Most várunk, most kalkulálja. Lényegében ezt egy 21 mozdulatsorból tervezi. Most tartunk ugye a fél percnél a szkennelés miatt, úgyhogy durván egy olyan 80 másodpercre tehető a történet. És kész is a Rubik kocka. Most meghívlak egy holdbéli utazásra. Ennek az a különlegessége, hogy nagyon könnyedén siklik, és könnyedén ugye haladhatsz vele, ráadásul zenét tudsz kapcsolni vele a telefonodról, és egyébként ugye fordul jobbra és balra is, lehet vele haladni és sétálni itt a kiállítás területén. A Moonwalker egy joystick segítségével könnyen irányítható, és 360 fokban képes megpördíteni körülöttünk a világot. A 12 darab beépített szenzor pedig megakadályozza, hogy más tárgyakkal összeütközzünk. Szerettük volna mutatni azt a jövőt, ami 10 év múlva már ugye a mindennapjaink része lesz, és ugye az emberek otthonaikban is találkozhatnak ezekkel az eszközökkel. Így én is elképzeltem, milyen lesz majd egy fárasztó nap után hazatérni okos otthonomba, és csak élvezni, hogy a porszívó magától takarít.
Remélem, élvezték ezt a fél órát, és a jövő héten is velünk tartanak. Adásainkat addig is visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Lájkolják a Facebook oldalunkat is, hogy mindig napra készek legyenek a legfrissebb tudományos érdekességekből. Észrevételéket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Jövő héten találkozunk, viszontlátásra! Okay. Készült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával.